Hello, sziasztok! Ez itt meg van fagyva, de vegyétek úgy, hogy nincs szó a kolbász sütés. A forró levegő sütőben, mert ez egy ketogén diétás étrendhez készül most, ez most mindegy a cukorborsó főzelékünkhöz. De a zsírmentes sütőbe süssünk zsírral, ugye, mert ketózunk, most ez egy ilyen paradoxon. De azért abba fogok sütni, mert kevés energiával viszonylag gyorsan képes vagyok. Kiveszem ezt a rácsos vackot, mert nem cél a zsír nélküli sütés, és azt nagyon nehéz elmosogatni, ez a tefló részét annyira nem. Ebbe, itt most teszek egy kis zsiradékot, esetünkbe, hát mi más tennék, mint kókuszolajat, kókuszsírt, a kolbász alá, de akár lehetne disznózsír is, mert hát úgyis ebbe is van. Ketóba mehet a zsír bőven, szóval de belemerünk egy kis zsírt. Így valahogy. Belerakosgatjuk a kis kolbászainkat, amik ha nem lennének megfagyva, akkor megböködném, most így nem tudom. Öntünk rá egy kis sima vizet. Most fordított ozmózisos vizet, persze az folyik a csapbónál, amit van a berendezés, amit csinálja, szóval öntünk alá egy kis vizet. Ha fölolvad, akkor érdemes megböködni, akkor nem pukkan szét, de ez a tápértékén semmit nem változtat, de érdemes megböködni, akkor nem fog szétrobbanni. Meg hogy ne legyen így összefagyva, mert így is szét fogja szakítani önmagát, és akkor előmelegítettbe kéne betenni, de mivel ez most meg van fagyva, ezért most ilyen kis hőmérsékleten ráindítunk, és föl is tekerem fél órára, az alatt semmi baja nem fog történni, így 150 fokra szépen lassan melegítve, majd visszatérünk ehhez a témához egy kicsit később, most még olvaszt. Aki ehet CH-t, ugye ez milyen túl, Rudi, mutasd meg! Update 1-es cukor, milyen? Jó. Fincsi, mi? A papírját már odaadod, hogy majd megnézem a makróit, hogy Update 1-en mindig eheted, nem? Főleg ketóba. Hát nem. Szerintem nem, ezt most csak úgy, amíg itt sül a kóbász, addig megkeresem a makróit. Talán itt van rajt ezen a részen most. Ezt lapozzátok át, ezt a részt. Hol vannak a cukrok föltünk? Na, itt talán látom. Emulgulátor van benn. 39% zsírszegény tehén túró 37%. Na, mondjuk ezt nem értem. Ez jó hangzik, de hol van, hogy mennyi cukor? Ugye a cukor? Pálma, repce? Repce, hát azt azért ketóban nem kéne repcézni. Ide dugták el, ide 100 g termékben. Talán lesz szélességünk. 100 g-ban van 1290 kiló. Az 300 akármennyi kilókalória, magyarul ez nagyon nem jó dolog. És a zsír az 17 g, nagyon kevés. Telített zsír sem, ezek nem annyira érdekelnek, hanem hol a szénhidrát? Szénhidrát, élességet adjál már nekem! 42 g szénhidrát, amelyből cukrok 2,4. 42 g szénhidrát 100 g-ba. Irgalmatlan, hát az tilos, akkor ez ugye tilos itt. A update egy, ha akármennyi, ha a Norbi mondta, ez ketóba nem mehet. Ugye már nem világlik a lámpánk, úgyhogy már 150 fok fölött vagyunk, vagy legalábbis 150 fokon. Szóval egy 10 perce megy a 150 fokra, úgy közben felmelegedő olvasztás. Jó is néz ki. Most ezt itt szét kéne löködni lassan, finoman, hogy ne repedjen szét. Hol vagy? Gyere ide, fakanál. Így, ne érjenek össze. Most már a zsíros vízbe úszik, ugye? És akkor adhatunk neki egy kis hőfokot. Föltekertük 170-re. Vagy akkor a 10 percet az felolvasztásnak betudva egy fél órát adunk neki. Közben ugye a takarítás közben kezembe akadt az esti nasinak a maradéka. Ugye ez egy nut, ilyen olajos magvak mixe, mindenféle volt benne. Ebbe is van 22 g szénhidrát 100 g-onként. Szóval azért ésszel, ebből se kell megenni többet 50 g-nál egy nap. Ugye mit tehetsz a ketóba, mit nem, süljön a kolbász. És most megint lejárt egy 10 perc. Ilyenkor fölemelem, de csak azért, mert fagyott. Azért van itt ennyi lépcső, most 190 fokra föltoljuk a hőfokot.
és visszamegyünk erre a 30 percre. Hogyha nem lett volna fagyott, akkor egy előmelegített 190 fokon, amikor elalszik a lámpa, értelemszerűen akkor van előmelegítve, sütőbe, ha beteszed, 20 percig így sütöd, megszurkálva, aztán megfordítod, és 10 percig úgy sütöd, az összesen fél óra, akkor az kész van. Itt most ez a 2x10 perc, először 150 fokon, aztán 170-en magasabban az a kiolvasztás volt. Most kezdem majd sűrni, és most vagy megfordítom, hogy kapásom, mert ez az oldala azért már többet kapott, vagy így hagyom 10 percig, megfordítom, aztán 20 percig úgy fogom sütni, ez szabadon választott. Hát én ehhez most nem nyúlok, majd 10 perc múlva meg fogjuk fordítani, de most 190 fokos sütés jön. Azért néha érdemes ránézni, most itt a füstből ítélve, ez az 5 perc 190 fokos sütésed egy kicsit így megindította, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit visszaveszünk 180-ra. Lehet, hogy egy kicsit sok neki, és ebbe a minutumban meg is fordítom. Hát ez olyan közben kialakuló dolog. Ugye, ha megfordítod, akkor a másik oldalát ugyanúgy be kell szurkálni. Hoppá! Kicsit ez életveszélyes mutatvány. De így kijön bele, nyomás nem fogja szétrobbantani magát. És akkor hadd szóljon a sütés. Fél óra alatt biztos, hogy kész van. De lehet, hogy előbb, úgyhogy néha rá kell nézni. Jobb 5 perc, nézzük meg a másik felét. Ugye milyen gyorsan sül ez? Kicsit néha meg kell mozgatni. Jó lesz, szerintem ennek összesen 20 perc elég lesz. Még egy 5 perc, ezt megint visszafordítjuk. Közben 185 fokra kialkuttam magam, ma ott még annyira nem füstöl, de sül. Na, még egy 5 perc. Ó, hát ez nagyon hamar kész lesz. Visszaforgatjuk. Ez már szerintem, hogy majdnem kész, vagy teljesen kész. Kóbi. Ugye a zsírmentes sütőbe így kell zsírba sütni? Itt már nagy része ennek zsír. Ugye a fémmel ne nyúkáljátok így, ahogy én, mert megsérül a teflon. Vegyétek úgy, hogy ez nem fém volt. És így, mivel sok 2x10 perc előmelegítés volt, nem is kell annyi idő, én ezt most elcsalom, hogy nehogy megégjen, ennek az oldalának adok 5 percet, mindenki kapcsoljon le, mert ugye hát edzem sütés közben, mert így van értelme a ketónak, hogy közben edzel. Ezt nehogy elfelejtsem itt két széria után, hogy visszajöjjek, akkor ez itt nem fog elégni, mert lehet, hogy 5 perc múlva, ha ez így bennmarad az akármilyen meleg sütőbe, akkor már teljesen kész is lesz, hanem akkor, amikor eszembe jut, megnézem. De most erről ennyit, megnézzük 5 perc múlva, vagy ahogy sikerül. Na és úgy is lehet, hogy edzés közben elfelejtettem azt, most eszembe jut, hogy ki tudja mennyi ideje állt le és áll benn. De én úgy látom, hogy ez egy nagyon guszta sült kóbi lett. Ezt ugye meg tudod nézni, ha fogsz egy hegyes fogpiszkálót. Nem az a lényeg, hogy szenesre égest, hanem hogy megy bele a fogpiszkáló. És akkor kiderül, hagyjunk rá fényt, hogy tényleg megsütöttük-e. Fogpiszkáló azért, mert nem sértjük meg vele a teflon. Ó, boldogan. Szóval ez megsült. Nagyon prima. Úgyhogy jó étvágyat hozzá. Jó kettózást, jó edzést, és feliratkoztok, ugye? Sziasztok!